Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. Miközben hallgattam az ön beszédét, azon gondolkodtam, hogy vajon mi a célja ezzel a felszólalással, mert végül arra jutottam, hogy ez egyfajta olyan mosakodás lehet, amit így fél évente önnek kötelező megcsinálni. De ezt aztán utána kimondta, hogy végül is ön Brüsszelben terroristákat lát, innentől kezdve én azt gondolom, hogy önnek tényleg elgurult végül a gyógyszer. Én nem gondolom, hogy Magyarországnak egy ilyen stílus ez megfelelő lenne. A szövetségeseinkről beszélünk, az Európai Uniós szövetségeseinkről beszélünk. Én nem gondolom, hogy terroristázni kéne azokat az embereket, akikkel ön egy asztalnál ül, miközben az állam és kormány fők találkozóján helyet foglal. Főleg úgy, hogy én azt látom, hogy ön ígért egy nemzeti kormányzást ígért az országnak, de most ehelyett gyakorlatilag egy soha véget nem érős nemzeti konzultációt látunk, amit egyébként az utcán úgy hívnak, tisztelt miniszterelnök úr, hogy Yandex konzultáció, már pedig azért, mert egy orosz kód futott az egész konzultációnak ugye az online verzióján. Soha nem tudjuk meg valójában, hogy kik, hányan és pontosan mit töltöttek ki ezzel a konzultációval kapcsolatban. Innentől elkezdve egyet tudok önnek mondani, tisztelt miniszterelnök úr, hogy amikor reagál a frakcióvezetőknek a megszólalására, mondja el, hogy mi a magyarázata annak, hogy a magyar kormány kiszolgáltatta magyar adófizető állampolgároknak a legszemélyesebb politikai vélemény adatait Vlagyimir Putyinnak. Tisztelt miniszterelnök úr, ön így készül 2018-ra? Én önben most már egy olyan miniszterelnököt látok, mint az a Dagobert bácsi a rajzfilmekből, akinek a szemében a dollárjel állandóan villogott, csak éppen önnek nem a dollárjel, hanem sokkal inkább a rubel vagy az euró villog a szemében. Ugyanis ha ön bátor lenne, akkor nem nemzeti konzultációkat tartana, hanem sokkal inkább kiírná a paksi népszavazást, és megkérdezné ön, hogy mi a magyar embereknek a véleménye az ön moszkvai álmokfutásáról. Ugyanis a helyzet az, hogy mi itt ellenzékben világosan látjuk, hogy miről szól ez a történet. Arról szól a történet, hogy önnek miután kimerültek az Európai Uniós források, amiket a barátaival ellopnak, utána szükségük van egy nagyobb pénztranszferre, és azt keretről akarják megkapni. Láthatóan úgy van felépítve ez a történet, hogy mire kimerülnek az EU-s pénzek, utána legyen hova nyúlni, ott lesz a keleti hitel. Tisztelt miniszterelnök úr, ön szerint ez erkölcsös hozzáállás? Ezt ígérte ön a magyar embereknek? Ráadásul ön meglehetősen egy békétlen miniszterelnöke is Magyarországnak. Nincs nyugalma ennek az országnak ön miatt. Gyakorlatilag most már délibábos háborúknak a sorát indítja el, hol ön, hol a kollégája Matolcsy György. A CEU, a Brüsszel, a Soros hálózat, mindenki itt fel van sorolva, mint valami képzelt ellenség. Holott én azt gondolom, hogy a magyar emberek egyetértenek abban mindenfajta konzultáció nélkül, hogy ha a CEU támadja, annak sok értelme nincsen, inkább azon kéne fáradozni, hogy egész országban kiváló oktatási rendszerünk legyen. Brüsszellel kapcsolatban csak annyit tudok önnek mondani, hogy ennyi problémája van Brüsszel, akkor miért fogadja el a pénzüket? A harmadik pedig az, hogy a Soros hálózatról, hogyha beszél, akkor inkább a Paks hálózatról beszéljen. Én azt gondolom, hogy a Paks hálózat, ahol már most is milliárdok tűnnek el, a sokkal relevánsabb a magyar emberek számára. Egyébként meg, hogyha üzengetni akar Soros Györgynek, hogy építsen kórházakat, akkor először üzenjen a saját minisztereinek, hogy ahogy önnek nincsen egészségügyi minisztere, hát akkor üzenjen annak, akinek gondolja, ő építsen kórházakat. Azért választottunk magyar kormányt, hogy rendben legyen az egészségügy, hogy rendben legyen az oktatás, hogy rendben legyenek a bérek. Hát hol van ez, miniszterelnök úr? Sehol nincsen. Azért szeretnék önnek pár jelentet a valóságból megosztani. Kim voltam a mentősöknek a tüntetésen, ott egy édesanya mesélte el, hogy a fiának karácsonyra fehér pólókat vesz és rányomtattatja a mentősöknek a jelét, mert nem tudják kistafírozni a magyar mentősöket. Ott vannak a fogyatékos embereket ápoló otthonok. Törvénysértésben van folyamatosan a magyar kormány, mert nem tudnak engedélyeket megadni folyamatosan, ezért hosszabbítgatják, mert tisztelt miniszterelnök úr, nincsenek meg a személy és a tárgyi feltételek. De mondok önnek még egy jelentet a valóságból, ezt írja fel a papírra. A bölcsödékben nem tudják a szülők otthagyni a gyereküket, mert a bölcsödés néni takarít ki a takarító helyet, mert a takarítók már leléptek ebből az országból. És ugyanez a szülő egyébként nem mer elmenni a beteg gyereke mellé szabadságra, mert fél, hogy kirúgják a munkahelyéről, ahol egyébként azért is kirúgják, hogyha a Fidesz bírálja. Egy ilyen országot épített ön miniszterelnök úr, hogyha fölmegy oda a pulpitusra, akkor legyen szíves azokról számoljon be a háborúi helyet, hogy mit kezd ezeknek az embereknek a sorsával. És nem csak nemzeti konzultáció van itt, hanem van most már köszönő, meg eredménykampány is. Miniszterelnök úr, mondja meg nekünk, hogy mennyibe került ez a magyar embereknek. 5 milliárdnál biztos nem fognak fölállni, megállni. Ott van például a propaganda minisztere. Azt is tudjuk, hogy Rogán Antal magyarázattal tartozik, hogy az MVM miért pakolt oda fél milliárd
forintot a CÖF-nek, akik utána bevallották, hogy plakátolni fognak ebből a Fidesznek, persze a komplettálás meg a civilitika tudományának a kidolgozása mellett, aminek nyilvánvalóan semmi értelme nincsen. De ott van ön is, meg az ön miniszterei, akik választási szövetséget ajánlottak egy bűnözőnek, gyakorlatilag Rács mögött helye, lenne a helye Farkas Flóriának, önök meg vele készülnek 2018-ra. De ott van Lázár János is, aki az Európai Uniós támogatási napon bevallotta, hogy az EU-s támogatások 5%-a megy az önök 4 fő oligarchájának. Ez 500 milliárd forint. Mit csinálnak ebből a pénzből, tisztelt miniszterelnök úr? Én azt gondolom, hogy ez a beszéd a választási előkészületeknek a része volt, ahol gyakorlatilag ön arról beszélt, hogy hogyan fogja a magyar embereket még jobban elkábítani a mindenféle háborúival, ahelyett, hogy a mindennapok problémáit oldanák meg, ami egy kormánytól elfogadható lenne. De ön tévedésben van, mert ön nem arra választották meg a kormányát, hogy konzultálgassanak velünk, hanem arra, hogy kormányozzanak. És hol van a kormányzati teljesítmény? Én gyakorlatilag, hogyha önökre nézek, én olyan kérdésekről szeretnék beszélni, ami az embereket érinti. Ha én lennék Magyarország miniszterelnöke, nem arról konzultálgatnék, ami engem érdekel, hanem arról, ami a magyar embereket érdekli. Egészségügyről, oktatásról, és arról, hogy hogyan lesznek jó bérek ebben az országban. Ön kiment, mint miniszterelnök, és azt mondta, hogy a devizahiteleseket a Fidesz megmentette. Én csak annyit mondok önnek, Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogyha a Fidesz úgy védi meg Magyarországot, ahogyan megvédte a devizahiteleseket, akkor jaj ennek az országnak. A multik támogatásáról beszélt. Ezzel kapcsolatban csak azt tudom önnek mondani, hogy intézkedjen, hogy az ön gazdasági minisztere átadja nekem azokat a számokat, hogy pontosan mennyi pénzzel stafírozták ki egyedi adókedvezmények vonatkozásában a magyarországi stratégiai partnereket. Évek óta perelek ezért, nem mondják meg. Amíg ez nem történik meg, addig azt fogom gondolni, hogy önök a szocialista hagyományokat folytatják. Egyébként meg szeretném önnek felhívni a figyelmét arra, lehet, hogy az ön egész kormánya elmulasztotta ezt az elmúlt években, de Magyarországon munkaerő hiány van. Tehát a foglalkoztatási statisztikákkal ilyen szinten nem érdemes foglalkozni, hanem azzal kellene foglalkozni, hogy a magyar emberek itthon tudjanak maradni, ehhez bérek kellenek, megfelelő munkakörülmények, és emberként kéne őket kezelni. Ez a három a Fidesznél nem történik meg. A bankadóval kapcsolatban én nem tudom, ön miről beszél, mi zöldek, mi a Tobin adót elég régóta mondjuk, hogy a spekulatív tőkemozgásokat meg kell adóztatni. Ön meg semmi más nem csinált, mint Rogán Antalnak a vezényletével neki ment a bankoknak, akik az egészet ráthárították a magyar lakosságra. Hát köszönjük szépen. Az adórendszerrel kapcsolatban én önnel mélyen egyetértek, úgy kell csinálni, olyan adórendszert kell csinálni, amiről a magyarok többsége úgy gondolja, hogy jó nekik. Csak hogy az nem az egy kulcsos. Ön is 2015 még tudta, hogy több kulcsos adórendszerre van szükség. Én azt mondom önnek, térjen vissza 2015-i önmagához, vagy pedig búcsúzzon el ettől az országtól, mert nekünk elegünk van a perverz újraelosztástól, elegünk van a gazdagoknak a kistafírozásából, és elég abból, hogy az adóforintokat Mészáros Lőrinc, Garancsi Tibor, meg az összes többi oligarha kapja meg az ön háta mögött. Én, ha önökre nézek, tisztelt miniszterelnök úr, én egy feladatot látok, én azt látok, hogy ebben a magyar politikában teljes sorscserét kell megvalósítani. Egy. Fölösleges egy olyan kormányt megtartanunk és eltartanunk, aki kormányzás helyett konzultációkat csinálnak a mi pénzünkből. Erre nincsen szükségünk. Kettő. Milliárdos kormánytagok szájából hiteltelen a magyar emberek problémáinak a megsegítése. Önök hiteltelenek. Három. A 21. századtól önök félnek, mi viszont érezzük ezt a századot és értjük, mi erre fölkészültünk, önök nem. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A bőség zavarával küzdök, annyi minden hangzott itt el, hogy napestig vitatkozhatnánk ezekről a kérdésekről. Én megpróbálok azért valami rendszert vinni ezekbe a hozzászólásokba. Talán először a vita általános színvonaláról mondanék néhány szót. Először is, bár mindenki felén próbálta kilövöldözni a nyilait. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy nem velem vitatkoznak, egy konzultációról van szó, ebben részt vett 1.700.000 ember. Az meg lehet, hogy önöknek nem tetszik 1.700.000 emberre véleménye. De ezért nem érdemes éppen a kormányzó pártokra, vagy éppen a miniszterelnökre haragudni. Kérem, éljenek együtt azzal, ez egy ilyen ország. Az emberek ezt gondolják, ezt akarják, és ne az emberek legyenek dühösek, amit az emberek akarnak, nem esik egybe az önök pártpolitikai programjaival. Ezért vannak önök ellenzékben. Azt is meg kell mondanom, hogy nehéz megütközés nélkül hallgatni. Nem is azt, amit mondanak, ezen falak között hallottam én már cifrábbakat is, hanem inkább ahogy mondják. Úgy látom, hogy itt egy verseny
hirdetett meg valakit titokba, amely valószínűleg arról szól, hogy ki tud durvábbakat mondani, és ki tud alpáribb lenni. Hát gratulálok önöknek ehhez. Azt látom, hogy az állapotok azok itt a ház falai között, mintha egyre romlanának. Eleinte, amikor az első ilyen durva és alpári, minden korábbi magyar alkotmányos hagyományt megcsúfoló hangütést itt hallottam, akkor azt gondoltam, hogy tulajdonképpen nekünk mondják mindezt. Még azt is keresgéltem, van-e esetleg valami valóság magja. De meg kell mondanom őszintén, hogy idő után az ember rájön arra, hogy nem nekünk mondják önök mindezt. Nem nekünk címzik, önök egymással versenyeznek. A verseny neve, ki lesz a legerősebb ellenzéki párt. Én megértem, hogy ez egy komoly verseny. Azt kell mondanom, mi is futottunk már ilyen versenyben, de ilyesmit, hogy a magyar parlament és alkotmányos hagyományházát ilyen alpári színvonalra süllyesszük, ilyet sose engedtünk meg maguknak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A konkrétumokról talán annyit, hogy ami a korrupciót illeti, azt javaslom, hogy a törvényeket mindenki tartsa be, és akkor nem lesz baj. Igaz, tisztelt Jobbik? Ami Szent Lászlót illeti, mert hogy közben kitágultak a vita dimenziói, nem tisztem nekem bepótolni a középiskolás történelem leckéket, ül az MSZP frakciójában történész, különb, mint bármelyikünk ezen az oldalon, talán majd ő megteszi, de ha már Szent Lászlóról, meg az egyoldalú nyugati orientációról beszélünk, akkor némi korrekciót érdemes végrehajtani, és esetleg majd az ön frakciójának nemzetközi hírű és Magyarországon tisztelt történész majd elmondja önöknek, hogy Szent László nem véletlenül adta a lányát egyébként bizánci császár királynébe, és nem véletlenül egyensúlyozott, és neki is volt annyi esze, hogy nem csak német-római császárság létezik, és nem ér véget Magyarország határa, meg a földgömb, meg Európa valahol ott délen, hanem mögötte még vannak hatalmak, amiket hol iszlámnak, hol bizáncnak, hol orosz birodalomnak, mikor minek neveznek. És olyan magyar komoly király még sose volt ebben az országban, aki nyugati vakságban szenvedett volna. Nem hiszem, hogy nekem kell mindezt elmondanom, szerintem az MSZP frakciója talán ezt a torz történelmképet és hibás Szent László interpretációt saját erőből is ki tudja javítani. Ami az MSZP részéről a korrupció ügyét illeti, én egyetértek Kósa Lajos képviselőtársammal. Szerintem az a párt, amelyik Sukorú ügyét a sajátjának érezheti, több szerénységgel is nyilatkozhatna a korrupcióról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, többen beszéltek a Európai Uniós támogatások kérdéséről. Most a ténybeli tévedéseket talán nem tisztem nekem helyreigazítani, de azt a bántó szemléletmódot, amit az LMP-sek adnak elő több egyszer itt a tisztelt házba, aztán érdemes megemlíteni. Szóval ez a... Fölírtam, hogy nehogy túl durvát mondjak. Szóval ez a szolgalelkű, koldus és kuncsorgó tempó, ahogyan önök az európai pénzekről beszélnek, az nem fér össze a mi gondolkodásunkkal, és szerintem, ha már Szent Lászlóról van szó, nem fér össze Magyarország önbecsülésével sem. Az a helyzet, hogy mi egyetlen fillért sem kapunk ajándékba az Európai Uniótól. A dolog úgy fest csak, hogy a dolgok nagyságrendjét is érezzék, mert úgy látom, talán a nagyságrendek ismerete nélkül beszélnek erről a kérdésről, hogy a magyar nemzeti össztermék az kb. 35 ezer eurónyi GDP-re tehető, és az Európai Uniós támogatás pedig kb. 2000-re. Csak hogy érzékeljék a nagyságrendeket, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném jelezni az önök számára, hogy az Európai Unió úgy van összerakva, hogy mi, akik később léptünk be, semmilyen előnyt nem élvezünk. Az Unió úgy van összerakva, hogy rajtunk a nyugatiak keresnek. Az igaz, ha jól csináljuk, mi is keresünk rajtuk, és a két dolog egyensúlyba jöhet. Mi erre törekszünk, és azt gondolom, hogy nagyjából egyensúlyba is vagyunk. A mi kormányunk nem véletlenül akarja megvédeni Brüsszel és Budapest között a jelenleg fönnálló hatáskör megosztást, mert a mostani hatáskör megosztás mellett elképzelhető olyan európai uniós politika Budapestről,
amely azt a pénzt, amit ők keresnek rajtunk, azzal, amit mi keresünk rajtuk, egyensúlyba tudja tartani. De ha megváltoztatják a hatásköröket, ha azokból Brüsszelbe elvisznek, és itt kevesebb marad, akkor ezt az egyensúlyi politikát nem fogjuk tudni fönntartani. És eljutunk oda, hogy a végén csak ők fognak keresni rajtunk. Ezt kell megakadályozni, és ezért kell Brüsszel hatáskör elvonását megakadályozni. Ez az a gondolkodásmód, ahol szerintem valóságos alapokról kiindulva, kellő nemzeti önbecsüléssel lehet viszont kialakítani az Európai Unióhoz. Koldus tempó, kuncsorgás, koldus kultúra méltatlan ehhez a házhoz, és méltatlan Magyarországhoz is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami a bérúniót illetén, megismétlem, amit korábban is elmondtam, hogy mi nem bérúniót kezdeményezünk, hanem béreket emelünk. Bérunió kezdeményezéséből magyar ember még többet egy forinttal se keresett. Ezzel szemben a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt kormánypolitikának eredményeképpen, jelentős béremelések eredményeképpen többet kereshetnek az emberek. Nézzék el nekünk, hogy a hagymázas bérunió helyett mi a magyar kormány saját erejéből végrehajtott béremelésére akarunk támaszkodni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr! A szocialista párt elmondta nekünk, hogy miről kellett volna igazából konzultációt tartani, miért nem erről, vagy éppen arról kérdeztük meg az embereket. Itt csak halkan jegyzem meg, hogy önök, amíg 8 évig kormányon voltak, egyszer sem indította a konzultációt, ott lehetett volna okoskodni, hogy és mit, miről kell, és érdemes megkérdezni az embereket. Így, hogy 8 év alatt egyszer se kérdezték meg őket, utólag tanácsot adni, egy kicsit olyan snasz, nem? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ami a konzultáción résztvevők számának lebecsülését illeti, itt is óvatosabb lennék a szocialisták helyett, csak arra szeretném emlékeztetni önöket, hogy többen vettek részt a konzultáción, mint ahányan a Magyar Szocialista Pártra szavaztak. Ami a biztonságot illeti, beszéljünk egyenesen, a Magyar Szocialista Párt a biztonság kérdésében nem rejtette és nem rejti vék alá az elképzeléseit. Világossá tette, hogy ha rajta múlik, ha le fogja bontani a kerítést. Azt mondták, hogy ha a baloldal hatalomra kerül, azon lesz, hogy a kerítés minél gyorsabban lebontható legyen. Azt is elmondták önök a nagy nyilvánosság előtt, hogy önök nem is építették volna meg a kerítést, idézem önöket, mivel azt teljesen hasztalannak tartják. Sőt, azt is mondták, megsérte szerintem ezzel több millió magyar ember érzéseit, idézem önöket, hogy jó érzésű ember egészen biztosan pártállástól függetlenül nem akarja, hogy Európa közepén az országhatáron kerítés legyen. De hogy nem azt akarjuk, amíg migráns veszély van, kerítésnek lenni kell. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt is tudjuk, hogy a Magyar Szocialista Párt elfogadja a Brüsszelből ránk erőszakolt kötelező betelepítési kvótát. Hajlandó erről tárgyalni Brüsszellel, és hajlandó a felső korlát nélküli betelepítési megoldásokat is támogatni. Nem akarok én beleavatkozni semmilyen nemzetközi... Képviselő úr, ne legyen ideges, hanem fékezze magát, jó? Legyen szíves, parancsoljon szépen. Szocialista, internacionalista ügyekbe csak szeretném emlékeztetni és egyben tájékoztatni a magyar közvéleményt arról, hogy még a cseh szocialisták sem kérnek a kvótából. Ők világosan megmondták, a kvótarendszer rossz, a kvóták nem működnek. Tisztelt szocialisták, ilyenkor nehéz nem azt kívánni, hogy bár nálunk is lennének ilyen szocialisták, de szeretném önöket megnyugtatni, hogy azért politikai lakosság cserét nem fogunk szorgalmazni, azzal élünk, ami jutott nekünk. Ha ez jutott, hát ezzel. Ugyanakkor szeretném önöket emlékeztetni arra is, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy itt egy példátlan eset bontakozik ki a szemünk előtt. Eljutottunk oda, hogy egy terroristát, akit elítéltek Magyarországon terrorcselekményért, nem csak Soros György maffiája, hanem az MSZP is védelmébe vette. Eddig csak mentegették ezt a terroristát, aztán politikailag harcoltak érte, most pedig jogilag is védik. Én nem vitatom el a jogát egyetlen volt igazságügy miniszternek sem, hogy a politikai pályája után olyan ügyeket vállaljon, amilyeneket akar.
de úgy gondolom, mégiscsak van valami üzenete annak, hogy ennek a bizonyos Ahmed H-nak az ügyvédje nem más, mint az önök volt korábbi igazságügyminisztere, aki egész egyszerűen ki akarja hozni a börtönből, és ide akarja engedni a magyar emberek közé azt az embert, aki egyébként nyilvánvalóan terror cselekményt hajtott végre. Tisztelt hölgyeim és uraim, arról a terroristáról beszélünk, aki arra buzdította a migránsokat, hogy törjék át a magyar határt, ezt a tényt a magyar bíróság rögzítette. Azt a terroristát akarják kihozni a börtönből és a magyarok közé engedni, aki kövekkel dobálta meg a magyar rendőröket. Egy olyan terroristát akarnak kihozni az önök volt igazságügyminiszterének segítségével, és ide engedni a magyarok közé, akinél 7 útlevelet találtak a magyar hatóságot. 7-7-es darabot. Egy olyan terroristát akarnak kihozni a börtönből, és a magyar emberek közé engedni, aki nem mellesleg hivatalosan Cipruson él, és ott van villája. Jól van ez így, tisztelt szocialisták? Tisztelt hölgyeim és uraim, talán még egy megjegyzést engedjenek meg, mert oda is eljutottunk már, hogy a Jobbik a magyar parlamentet megpróbálja kioktatni európai gondolatból, európai integrációból és európai érzelmekből. Ezért most 13-ból ide idézem a Jobbik elnökének, akkor és mai elnökének mondatát, ami a nyilvánosságban is megjelent. Idézet. Nagyon boldog lennénk, nagyon boldogok lennénk, és nagyon bízom benne, hogy Magyarország minél hamarabb eltávozik az Európai Unió közösségéből, és valódi testvérével fog össze. Ezt a mondatot azt sem ment, hogy éppen Isztambulban mondta. Tisztelt hölgyeim és uraim, összegezve, azt tudom mondani önöknek, hogy a vitából nem tudok levonni más tanulságot, mint az, hogy a magyar emberek több komolyságot, több tiszteletet és több felelősséget várnak önöktől. Azt hiszem, igazuk is van. Köszönöm a figyelmet.